Angol és német nyelven tanuló diákok jelentkezhettek arra a programra, amelyet a kormány 2019-ben hirdetett meg a középiskolás tanulók számára. A Bajai Szakképzési Centrum tagintézményeiből közel 300 diák jelentkezett, a Bajai Tűr István szakközépiskolából pedig több, mint 100-an pályáztak az utazásra. Szerintem nagyon jó, hogy így tudunk gyakorolni, ezen az adott nyelven beszélni, és hogy meg tudjuk nézni egy másik ország kultúráját, és hogy egy kicsit használunk el a talpra esettségünket, hogy megálljuk a helyünket. Hát szerintem is igaz, amiket elmondott, és számomra például a nyelvtanulás szempontjából is úgymond fontos, mert nem a legjobb úgymond a nyelvérzékem, és akkor így remélem, hogy sokat fogok fejlődni. 2020-tól a fiatalok idegen nyelvi környezetben egyéni vagy csoportos nyelvoktatáson vehetnek részt. A diákok úti célul Máltát és Bécsvárosát választották. Fantasztikus lehetőség ez mind a 9-es, mind a 11-es évfolyamos diákoknak, ezt szerencsére fel is ismerték, úgyhogy 100-nál több jelentkező van a programunkra. 3 angolos és 1 németes csoportot tudunk útra bocsájtani. Azon kívül, hogy délelőtt nyelviskolába vesznek részt, kulturális eseményeket biztosítanak szinte minden, a hét minden napjára, és tulajdonképpen egész napos foglalkozást jelent ez. Ez nem csak a nyelvtanulást, hanem véleményünk szerint nagyon segíti azt, hogy a idegen környezet, a kultúra, és nagyon sok diáknak még nem volt lehetősége részt venni, illetve külföldi utazáson részt venni, úgyhogy nekik ez még egy hatalmas élmény hozzá. A tanulók számára minden kiadást fedez a kormány, ami tartalmazza a nyelviskola, a szállás, a kiutazás, a biztosítás díját, valamint a teljes ellátás mellett költőpénzt is kapnak a fiatalok. Farkas Valéria, a Bajai Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese kiemelte, a diákok a nyelvtanulás mellett olyan programokon is részt vehetnek, amely hozzájárul a nyelv mindennapi használatához. Én nagyon örülök annak, hogy indult ez a program, és a diákjaink részt vehetnek ebben. Ez egy, én gondolom, hogy egy egyedüli lehetőség, és egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy az idegen nyelvet tudják olyan környezetben gyakorolni, ahol anyanyelvi szinten beszélik ezt a nyelvet. És én gondolom, hogy azért a diákjaink is úgy fognak majd hazatérni, hogy öröm volt ebben a programban részt venni, és hogy köszönik azt a lehetőséget, ami adódott ennek a programnak a kapcsán. Csoportos utazásokat az iskolák szervezik, de egyéni jelentkezésre is van lehetőség. Bárki pályázhat nyelvtudástól és tanulmányi eredményektől függetlenül.